Stop tábla figyelmeztet a veszélyes útkereszteződésre. A Dr. Petz Lajos utca és a külső Baross Gábor út sarkához érkeztünk. Az út mindkét irányba szinte beláthatatlan. A Baross hídról érkező forgalom miatt van, hogy percekig kell állni a kereszteződésben, hogy útunkat folytatni tudjuk. Ez még akkor is előfordulhat, ha nem személyautóval közlekedünk. Meg szokott állni, ugye már körülnézek jobbra balra, hogy ha nem jön semmi, akkor átmegyek, ha jön, aztán interakon mehetek, ha van olyan sopőr rendes, aki internet, hogy átmenni, akkor átmegyek. Ha nem, akkor várok, addig még átmenni tudok menni, van mikor 5-6 perceket kell állni. Főleg kásigazása, akkor kegyetlen. A sárga felfestés ellenére a kereszteződésben sok baleset is történik. Sokak szerint fekvőrendőr, körforgalom vagy egy közlekedési lámpa megoldhatná ezt a problémát is. Mások szerint az ilyen esetekben azonban nem csak a kereszteződés adottságai a hibásak. Hát a nem figyelés, meg ilyen dolgok. Jó van egy körforgalom ide is. Ez lenne a biztonságosabb, mert ez így nem jó. Az utcasarkokon elhelyezett tükrök már segítik a beláthatóságot, de a közlekedők véleménye szerint ez nem elég. Kerestük a Győri Útkezelő Szervezetet, ahol tájékoztatást kaptunk a kereszteződés ügyéről. Részleteket ugyan nem árultak el, de két héten belül egy sajtótájékoztatón keresztül mindenkit értesíteni fognak az elkészült tervekről, és természetesen be is fogják mutatni az elképzeléseket. Addig is mindenki közlekedjen figyelmesen, és ami a legfontosabb, türelmesen.